Szüreti felvonulók ünnepeltek Bátaszék utcáin az 5. bátaszéki bornapokon az elmúlt hétvégén. Az ünneplők szőlővel, borral és különböző házi süteménnyel kínálták a nézőket, illetve a hagyományőrző csoportok is megmutathatták magukat. Fogadd az ország koronáját, amelyet ugyan a püspökök méltatlan keze helyez fejedre, mégis tudjad, hogy a kifejtett erő hatását jelképezi. Ezt követően a felvonulók elfoglalták helyüket a Romkert udvarában, ahol korabeli koronázási ceremónia kezdődött. A résztvevők II. Géza király és Eufrozina királyné megkoronázását tekinthették meg. A város 3 évtizede állít emléket annak, hogy az uralkodó megalapította a ciszterci apátságot Bátaszéken. Szerintem ez egy nagyon szép dolog és egy nagyon szép hagyomány. Én nem tudom, hogy az országban van-e még olyan gimnázium, ami csinál ilyen rendezvényeket, és ez így a bornapokkal egybe van kötve, tehát ez így még jobb, én örülök ennek, és úgymond, hogy én lehettem ennek a középpontjába ennek is. A koronázási szertartás után a helyi és a környéki néptánc egyesületek léptek fel a vásártéri színpadon. Mindezek alatt a különböző szekszárdi és bátaszéki borokat kóstolhatták a résztvevők. Mindegy, a jó bornak fehér is, vörös is. Minden korosztály talált magának programot, a gyerekek számos vásári játékot próbálhattak ki. Most megyünk a barátnőmmel dodzsemezni, utána majd elmegyünk egy körhintára, utána meg trambolinozni fogunk. Bozsolik Róbert polgármester elmondta, másfél év után örömmel tölti el, hogy a város megtarthatta az egyik nagyszabású eseményét. Itt a 3 nap alatt összejönnek a barátok, a régió barátok, ahogy a nótában is mondjuk. Úgy tervezik már a családok a családi programjaikat, eseményeiket, hogy tudják, hogy szeptember 2. hétvégén bornap van. Lejönnek, osztálytalálkozókat szerveznek ilyenkor, és ilyenkor tényleg önfeledten tudnak kikapcsolódni és beszélgetni. A programsorozat 3. napján pedig sztárfellépők szórakoztatták a résztvevőket.